A Magyar Falu program keretében 1,5 milliárd forintot használhatnak fel a kis települések szolgálati lakások kialakítására, felújítására, jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Gyopáros Alpár közölte, a pénzt az 5000 lakosnál alacsonyabb lélekszámú települések, pedagógusok, bölcsődei gondozók, rendőrök, orvosok, védőnők, önkormányzati jegyzők, illetve pénzügyi dolgozók elhelyezésére szolgáló lakások kialakítására fordíthatják. A pályázat beadásának határideje október 24-e. Egy-egy település maximum 30 millió forintot nyerhet el, és az összeg kifizetése még az idén megtörténik, tette hozzá a politikus. Elmondta, az elmúlt év decemberében meghirdetett 150 milliárd forint összértékű Magyar Falu program keretében 15 pályázati kiírás jelent meg, vagyis a most meghirdetett az utolsó. A jogosult települések több mint 10 000 pályázatot nyújtottak be a különböző tenderekre. A program népszerűségét jelzi, hogy a falva 96%-a élt a lehetőséggel. Ez egyben azt is mutatja, hogy a programot a községek valós igényei mentén hirdette meg a kormányzat, tette hozzá a kormánybiztos. A honvédelem és a haderőfejlesztés össztársadalmi ügy, jelentette ki a honvédelmi miniszter Debrecenben a Hajdú-Bihari Államigazgatási Kollégium hétfői ülésén. Benkő Tibor kiemelte, a béke, amely körülvesz bennünket, rendkívül törékeny. Ezért kulcsfontosságú, hogy Magyarország legyen kész és képes határai és állampolgárai védelmére, a béke megőrzésére és fenntartására. A miniszter részletesen szólt a 10 éves haderőfejlesztési programról, amelynek tervezett költsége 1500-1700 milliárd forint. Utalt arra, hogy az aszimmetrikus hadviselés és a hibrid hadviselés után a kibertérben is történnek műveletek, amelyek újabb kihívást jelentenek a fejlesztésben, a kutatásban, az innovációban is. Erről szól a honvédelem és haderőfejlesztés. Nem háborúra készülünk, hanem a béke megőrzésére, fenntartására, hangsúlyozta. Magyarországnak szüksége van erős, ütőképes, a hazája iránt elkötelezett, lojális katonákból álló, jól felszerelt honvédségre, ismertette a kormány álláspontját Benkő Tibor. A területi védelmi igazgatásról szólva hibának nevezte, hogy a sorkatonai szolgálattal együtt a 6 kötelezettséget is megszüntették. Így azt sem lehetett tudni, hány egészséges emberre lehet számítani a hazavédelmében. A miniszter tájékoztatása szerint a honvédelmi és haderőfejlesztési programnak 2 része van. Az első a katonákról, a második a 21. századi technikai korszerűsítésről szól. Jelentős digitális fejlesztések zajlanak az iskolákban, amelynek köszönhetően szélessávú, biztonságos wifi hálózat épült ki az állami fenntartású vidéki iskolákban, mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára hétfőn az M1-en. Solymár Károly Balázs hozzátette, a tervek szerint 2020 tavaszáig a közép-magyarországi régióban Budapesten és Pest megyében is hasonló fejlesztések lesznek. Emlékeztetett, a kormány 2016-ban határozta el, hogy valamennyi állami fenntartású iskolában teljes körű wifi lefedést biztosít, és emellett a sávszélességet is megnöveli. Elmondta, első számú szempont volt, hogy a diákoknak biztonságos internetet tegyenek hozzáférhetővé, ezért az eléréseknél többszintű szűrőrendszert építettek be, így a tanulók egyáltalán nem férhetnek hozzá a felnőtt, illetve erőszakos tartalmakhoz. Az iskolák azt is beállíthatják, hogy a közösségi felületek ne legyenek elérhetőek az intézmény wifi hálózatán keresztül, jegyezte meg a helyettes államtitkár. A kormány arra törekszik, hogy az iskolák informatikai eszköztára folyamatosan újuljon meg, ezért a fejlesztések részeként a tanárok számára 45 000 laptopot, 27 000 tanulói tabletet, 3 000 interaktív panelt szereztek be, és előkészítés alatt van egy vetítő megvásárlása is, tudatta Solymár Károly Balázs. Már 500 iskolára, gimnáziumra és szakgimnáziumra terjeszti ki a szaktárca a folytatódó készpénzkímélő iskolák programot, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter kedden sajtótájékoztatón Budapesten.
A miniszter ismertette, hogy a programtól a szülők adminisztrációs terheinek csökkenését, a fizetési folyamatok gyorsulását és a gyerekek pénzügyi tudatosságának erősödését várják. Kártyaolvasó terminálok telepítésével, illetve az online felületek kialakításával lehetővé teszik azt, hogy az étkezés befizetése vagy a tankönyvrendelés könnyebb legyen. A tavaly szeptemberben indult program első szakaszába 14 budapesti és vidéki iskola kapcsolódott be. A program eddigi eredményeit ismertetve a miniszter elmondta, hogy a résztvevő iskolák büféinek többségében nem csak bankkártyával, hanem mobiltelefonnal is lehet vásárolni. Könnyebbé vált a menzadíj befizetése, és várhatóan az iskolai terembérletek, a kollégiumi szobadíjak vagy a szakképzéshez kapcsolódó szolgáltatások elektronikus kiegyenlítésére is lehetőség nyílik. Egyre kevesebb az adóelkerülő Magyarországon. Az Európai Bizottság szeptemberben megjelent jelentése szerint tovább mérséklődött az úgynevezett adórés, ami azt mutatja, mennyi az a forgalmi adó, ami nem került be a költségvetésbe. Ez a szám 5 év alatt 12%-ponttal csökkent a brüsszeli testület elemzése alapján, vagyis ennyivel fehéredett a hazai gazdaság az online pénztárgépek megjelenését követő időszakban. Hangzott el az M1 műsorában. Az Európai Bizottság tanulmánya alapján a magyarországi becsült áfa adórés, azaz a költségvetésből kieső áfa bevétel mértéke a 2013-as 21%-ról 9%-ra csökkent 2018-ban. A legnagyobb mérséklődést 2017-ről 18-ra sikerült elérni, amikor a bizottság szakértőinek előzetes becslése alapján közel 5%-kal zsugorodott ez a mutató. A pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára Ízer Norbert szerint a gazdaság fehéredése az online pénztárgépek bevezetésével indult el. Televíziós kampányt indít a Tejtermék Tanács abból a célból, hogy a környezetterhelés csökkentése érdekében a vásárlók a belföldön előállított tejet és tejtermékeket válasszák az importáróval szemben, közölte hétfőn a szervezet. A közlemény szerint az import a szén-dioxid kibocsátással jelentősen terheli a környezetet, mindezt úgy, hogy olyan termékeket szállítanak az országba, amelyeket magyar tejfeldolgozóktól is meg lehet vásárolni. A terméktanács számításai alapján, amelyek a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi adatain alapulnak, évente több mint 12 ezer kamionnyi tej és tejtermék érkezik Magyarországra. Németországból 2018-ban több mint 30 ezer tonna, míg Lengyelországból több mint 11 ezer tonna sajtot szállítottak. Vajból tavaly csak nem 6 ezer tonna, míg joghurtból több mint 50 ezer tonna külföldről érkezett áru terhelte az utakat. Kitértek arra is, hogy a tudatos vásárlói döntéssel nem csak a felesleges károsanyag kibocsátás előzhető meg, hanem a fogyasztók abban is biztosak lehetnek, hogy kiváló magyar terméket visznek haza. A tejszív logó garantálja azt, hogy a termék belföldön készült, az ezzel az emblémával ellátott áruk minden esetben teljesítik a magyar élelmiszerkönyvben foglalt szigorú kritériumokat is. A szüret és az őszi gyümölcs betakarítási időszak beköszöntével zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőriz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, írt a keddi lapszámában a Magyar Nemzet. Az adóhivatal elsősorban azt ellenőrzi, hogy a kereskedők adnak-e nyugtát, számlát a vevőknek, bejelentették-e az alkalmazottaikat, és szabályszerűen használják-e online pénztárgépüket. Alap emlékeztet, hogy az adóhivatal a nyár eleje óta folyamatosan figyelemmel kíséri az ország több megyéjében a gyümölcs- és zöldségárusok tevékenységét. A piacokon, a közterületeken és az út mentén működő vállalkozásoknál is megjelentek a revizorok. Így sorra kerültek mások mellett az epresek és a dinnyések is, emellett a nagy kereskedőknél is végeznek ellenőrzéseket. Olvasható a Magyar Nemzetben. Az idei almatermés 400 ezer tonna alatt lehet, ami még a korábbi pesszimista becslésnél is gyengébb 15-20%-kal. A sokéves 600 ezer tonna körüli átlagterméstől pedig akár 35%-kal is elmaradhat. Derült ki a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján megjelent összeállításból. Apáti Ferenc, a Fruitweb és az Almatermék Tanács alelnöke a gyenge terméskilátást egyebek mellett a tavaszi fagyokkal,
a júliusi csapadék hiánnyal és azzal indokolta, hogy egyes fajtáknál az átlagoshoz képest nagyobb a szüret előtti gyümölcshullás mértéke. Rontotta a kilátásokat az előző évi kiugró 900 ezer tonnához közelítő termés is. A fák nagy termés terhelését követő évben ugyanis visszaesik a várható mennyiség, a tavaszi aszályos időjárás pedig gyengébb virágzást hozott, fűzte hozzá. A termelői árak az étkezési és a léalma piacán is az előrejelzéseknek megfelelőek. Az étkezési alma termelői ára kilogrammonként nettó 80-110 forint közötti. A július közepe és augusztus közepek között szüretelt nyári almák iránti kereslet visszafogott volt, amit az alelnök a nyári gyümölcsbőségnek és a tavaly betárolt áthúzódó almakészletek hatásával magyarázott. Az ellenőrzött autósok mintegy ötödét büntették meg a rendőrök az egyhetes Tispol akció idején, amely során elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra fókuszáltak. A szeptember 16-a és 22-e között tartott akció alatt 20 ezernél is több járművezetőt ellenőriztek, közülük mintegy 4300 ellen indult eljárás, közölte a rendőrség kedden a honlapján. Utóbbiak harmada nem csatolta be a biztonsági övét, még negyedük használta mobiltelefonját vezetés közben. A veszélyes árut szállító járművek és személyszállító buszok műszaki állapotát pedig szeptember 17-e és 19-e között ellenőrizték a szakemberek a magyar autópályákon és főutakon. A megvizsgált 1115 tehergépkocsiból 128, a 220 autóbuszból 27 esetében tártak fel kisebb-nagyobb szabálytalanságot, 8 teherkocsit pedig kizártak a forgalomból a műszaki és közlekedésbiztonsági szabályok megszegése, túlsúly vagy nem biztonságos rakomány rögzítés miatt, tudata az Innovációs és Technológiai Minisztérium kedden az MTI-vel. Sikerrel zárult a nyári diákmunkaprogram Komárom-Esztergom megyében. A diákok bérjellegű támogatására idén összesen 143 millió forintot fordítottunk, mondta dr. Kass Csaba a nyári diákmunkaprogram eredményeiről tartott sajtótájékoztatón. A kormány megbízott hozzátette 2019-ben több mint 1000 fő nyári munkatapasztalat szerzéséhez járulhattunk hozzá. Dr. Kass Csaba szólt arról, hogy idén két pillérre épült a program, az egyik eleme az önkormányzat és az önkormányzati cégek világa. Ebben a szektorban 100%-os megtérítést irányzott elő a program, vagyis teljes egészében az állam viselte a napi 6 órás munkavégzés költségeit, tette hozzá a kormány megbízott. Ennek köszönhetően ez iránt volt a legnagyobb az érdeklődés, 81 foglalkoztatónál 816 diák dolgozhatott, hangsúlyozta. A másik pillér egy viszonylag új része a programnak, ugyanis a mezőgazdaság és a vendéglátás mellett idén először a turizmus is választható terület volt, említette meg dr. Kass Csaba. A mezőgazdasági szektorban 16 diák foglalkoztatásához 3,5 millió forint támogatást állapítottunk meg 7 munkáltató számára, emelte ki a kormány megbízott. A turizmus és vendéglátás ennél is vonzóbb volt, a területen közel 200 diákot vontunk be a munkába, mondta. A Liget Budapest projekt egyetlen vidéki helyszíneként befejeződött a komáromi csillagerőd felújítása és bővítése. A létesítmény 7000 négyzetméteres kiállítótérrel gyarapodott, ahol a Szépművészeti Múzeum gipsz szobormásolatait mutatják be, mondta el a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa az épület sajtóbejárása előtt. Bán László hozzátette, hogy a Mányi István építész tervei alapján elvégzett rekonstrukció megmentette az épített örökség értékeit, azonban funkciójában és vizuálisan is megjeleníti a 21. századot. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója emlékeztetett arra, hogy a görög, római és reneszánsz szobrok gipsz másolatainak gyűjteményét 1945 után már nem állították ki. A tárgyak egy jelentős részét a komáromi Igmándi erődben tárolták, a műtárgyakra veszélyes körülmények között. Az új létesítmény 2020 tavaszán nyílik meg, oktatási ismeretterjesztési feladatokat ellátva, korszerű, interaktív múzeumi körülmények között. Új udvart kapott a Csillag óvoda is Komáromban. A játszóeszközöket szeptember 24-én adta át hivatalosan a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő intézmény részére dr. Molnár Attila polgármester.
A fejlesztéssel egy időben új kresszpályát is kapott az óvoda. Az önkormányzat saját forrásból újítja fel valamennyi bölcsödéjének és óvodájának játékudvarát. A szakemberek eddig a gesztenyés, a színes, a kistáltos és a csillagovodákban készültek el a munkálatokkal. Dr. Molnár Attila elmondta azt is, a város 3 év alatt 3 milliárd forintot fordít oktató-nevelő intézményeinek korszerűsítésére. A tatabányai sportbarátok, különösen a kék tigrisek, szurkolói és a vívók, hiszen 12 pástot magába foglaló vívóterem is lesz a csarnokban, évek óta várják, hogy elinduljon az új 6000 főt befogadó csarnok építése. A kivitelezőt kiválasztották, a kormány biztosította a hiányzó forrást, így még az ősszel elindulhat itt is a munka, írja Schmidt Csaba Facebook oldalán. 2016-ban a város lakói döntöttek arról, hogy 3000 férőhely helyett 6000 főt befogadó sportcsarnok épüljön. A városvezetés konzultálta sportszervezetek képviselőivel, kulturális és civil szervezetekkel, illetve végül a pártokkal is. 2 hét alatt 1500 aláírást gyűlt össze, akkor a nagyobb csarnok mellett. A folyamatot a városi közgyűlés döntése zárta le. Csütörtökön eleinte erősen felhős borút lesz az ég, és több felé lehet eső zápor, majd nyugat felől csökken a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Az északnyugati szél élénk lesz, kora délután 16 és 21 fok várható. Pénteken változóan felhős lesz az ég, csapadékra nem kell készülni, élénk lesz az északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Szombaton a több órás napsütést időnként gomoly felhők zavarják, de ezekből csapadék nem alakul ki. A déli szél élénk lesz, 20 és 25 fokra melegszik a levegő. Vasárnap gyengén felhős, derült lesz az ég, sok napsütésre készülhetünk, csapadék nem lesz. Élénk lesz a délnyugati szél, 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. A jövő hét elején a több órás napsütés mellett a gomoly felhők is megnövekszenek, de csapadék nem valószínű. A nyugati szél élénk lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul majd.